A civil díj célja, hogy elismerjük azokat a Szabolcs-Szatmár Vereg megyei, illetve a megyével határos területeken működő civil szervezeti vezetőket, aktivistákat, személyeket, akik nagyot alkotnak, meghatározót alkotnak a megyében. Szakmai zsűri dönti el, az elv az az, hogy egy külhoni és két Szabolcs-Szatmár-Vereg megyében tevékenységet végző civil kapja. Tavaly évben egy szatmárnémeti civil vezető kapta, idén egy kárpátaljai, azt gondolom, hogy ez is mutatja, hölgyek is vannak minden évben, de a zsűri a saját szakmai szempontjai szerint dönt. Melyek ezek a szakmai szempontok? A helyben, a helyi civil életben végzett tevékenység az egyik ilyen szakmai szempont, a másik a megyei komplexitásnak a látása, a harmadik ilyen civil szektor az időbeliség, hogy azért olyan személyeket próbálunk, akik már hosszú ideje, több éve, évtizede művelik ezt a szakmát, és azt gondolom, hogy szintén fontos az, hogy ott a településen, vagy ott a térségben, köztiszteletben álló és térségileg elismert civil szervezetet és személyt díjazzunk. Ebben az évben három díjazottat díjaztunk, egy kárpátaljai civil szervezeti embert, Marosi István atyát, aki ott Kárpátalján alkot nagyot, abban a görög-katolikus civil világban, aminek az egyik motorja az ifjúság, a tudomány, az oktatás területén leginkább, és a görög-katolikus örökségnek a megőrzése, az identitás ápolása területén. Miért fontos manapság a civil embereknek és a civil szervezeteknek a munkája? Több mint két évtizedet visszamennék, és akkor talán jobban érthető lesz. Nyíregyházán jártam teológiára, és itt végeztem a papnevelő intézetben, és az itteni tanáraimtól azt tanultam, hogy az egyháznak jelen kell lenni a társadalomban, és ilyen értelemben nem kivonulunk, hanem igyekszünk a társadalmi életben is részt venni az életnek a különböző területein. És azt gondolom, hogy azt a lelkületet, amelyet az egyház képvisel, azt így tudjuk bevinni azokba a közösségekbe, ahol jelen vagyunk, ahol együtt élünk, és nem szétszakad ilyen értelemben a társadalom, hanem és a civil társadalom is, hanem együtt munkálkodunk. Amellett, hogy a főiskolának, a Beregszászi főiskolának, a görögkatolikus főiskolának készen vagyok, a Nagycsaládosok Egyesületének is az elnökségi tagja alapítástól kezdve, és ott is fontosnak tartjuk, hogy ezt a lelkületet, ezt a tevékenységre, szellemiségnek a megélésére irányuló lelkületet tudjuk továbbvinni, adni és hát szélesíteni. Mit jelent most ez a civil díj a továbbiakra nézve? Hát az ember számára minden díj elismerés, nem kaptam még túl sokat, tehát számomra ez egy kicsit ilyen új érzés, és kár, hogy egy személy kapta meg, de igazából az elmúlt éveknek, évtizedeknek, amit Kárpátalján dolgoztunk, annak minden munkatársa beletartozik ebbe a díjba, és gyakorlatilag ugye rájuk is nagy-nagy szeretettel emlékezem. Most, amikor megköszönöm, és a feleségem, aki nagyon-nagyon sokat jelent számomra, hogy nem kivon a tevékenységből, hanem ösztönöz, és hát ilyen értelemben azt gondolom, hogy az embernek mindig egy visszajelzés, hogy jó az az út, amelyiken halad. A másik két díjazott az megyebeli díjazott, az egyik díjazott az Vonáni Pásztor Éva, a Mária Pócsért alapítvány vezetője, aki legalább egy évtizede Mária Pócson a civil mindenes, és ott a civil világnak a polgárőrségtől, a nyugdíjas világig, a ruszinoktól a Mária Pócsért alapítványig, vagy épp a sportig összefogja és koordinálja azt a civil munkát, ami a településen működik, és vezeti is a település legemblematikusabb civil szervezetét. 10 éve a Mária Pócsért Alapítvány elnöke is vagyok. Nagyon sok olyan projektünk van a megyében, sőt határon túl is, ami a civil szervezetek működését, támogatását és projektek finanszírozását támogatja. Ezen felül több éve részt veszünk országos önkéntes projektekben is. A Teszed napot minden évben megszervezzük önkéntes jelleggel. Minden évben az általános iskolába, idősek otthonába önkéntes festést tartunk, tehát
tehát olyan tevékenységeket iparkodunk támogatni, amivel a civil embereket be tudjuk vonni a közösség életébe. Ez mennyire nehéz feladat szerinted? Nekem nagyon, nagyon nagy szerencsém, ha megmondom miért, mert azon felül, hogy van 5 nagyon jó munkatársam, akik minden egyes kitalált projektre, ötletre segítőkészen jönnek és ugranak és csinálják velem együtt. Ezen kívül Máriapócson nagyon sok civil szervezet van. Ezek a civil szervezetek tudják, hogy a mi intézményünkben mindenféle segítségért fordulhatnak. Elkészítünk nekik a pályázatokat, koordináljuk a pályázatokat, közös projekteket hajtunk végre. Tehát van Máriapócson egy olyan összefogás a civilek körében, az emberek körében, ami szerte ágazó tevékenységi köröket lefedít a településen, és ez a közösségnek a mozgató rugója itt Máriapócson. És hát gyakorlatilag ezeket te koordinálod? Igen, intézményvezetőként, meg nyilván az alapítvány munkáját is eleve én koordinálom elnökként. Itt úgy kell elképzelni ezeket a civil szervezeteknek a segítését, hogy például a nyugdíjas egyesületek különböző rendezvényeket, határon átnyúló projekteket hajtanak végre, kirándulást, tehát voltak már Ukrajnába, Erdélybe, az országot járják, de ugyanúgy a ruszin nemzetiségi önkormányzat, de nem tudják azt koordinálni, hogy egy megnyert pályázatot hogyan kell végigfuttatni. Tehát ebben teljes szakmai segítséget nyújtunk. És ennek a koordinációs tevékenységnek az elismeréseként kaptad te most a civil díjat. Igen. Mit jelent ez a számodra? Megmondom őszintén, nagyon-nagyon meglepetés szerint ért a díj. Engem a főnököm, Pap Bertalan polgármester úr jelölt a díjra, és nagyon nagy meglepetés volt, és nagyon-nagyon jól esett. Az az igazság, hogy én 25 éve dolgozom itt a közművelődésben, és még ilyen elismerést még nem kaptam. Picit az embert arra biztatja, hogy még többet dolgozom, és még többet tegyen a településért és az itt lakókért. Barátné Bosák Erzsébet, aki Kálmánházán, a megye egy másik szép szegletében végzi az áldozatos civil munkát. Nagyjából így rakódik össze az idei civil díj, a díjazottak, és én a hála és a köszönet hangján tudok csak feléjük szólni, hiszen egy nagyon fontos munkát, fontos küldetést végeznek. Alapítványunk 2001. júniusában alakult, immár 20 éve végezzük ezt a folyamatot folyamatosan. 5 állandó alkalmazottunk van, ezek mellett 12 önkéntes segíti a munkánkat. Kezdetben egy pincében hoztuk létre, és azóta évről évre sokat fejlődtünk, jelenleg ott tartunk, hogy bölcsőde működik a gyermekeknek, információszolgáltatás a teleházban, ez azt jelenti, hogy fénymásolás, nyomtatás, faxolás, és ezen túlmenően lakossági pályázatokat is írunk. Ilyen volt például a mosógépcsere pályázat, vagy a hűtőgép pályázat. Jelenleg most ugye regisztráljuk a lakosságot a COVID-oltásra, ez iránt is nagy az érdeklődés, tehát olyan a tevékenységünk, hogy mindig a hiánypótlásra reagálunk, és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosság igényeit kielégítsük. Korábban tervben volt egy gyógynövénykert is, ez a projekt hogy halad? Igen, való igaz, gyógynövény termesztéssel is foglalkozunk, igaz, hogy kis tételben, de várjuk azt a pályázatot, amelyik lehetőséget nyújtana arra, hogy bővítenénk ezt a kigondolt gyógynövénytermesztést olyan formában, hogy szárítás, feldolgozás és értékesítés lenne.